Első lépésként választ ki a megfelelő méretű kennelt. Helyezd a lakásnak arra a pontjára, ahol szeretnéd tárolni a későbbiekben. Legalább egy teljes napig ne is foglalkozz vele, de hagyd, hogy a kutya közelébe mehessen. Ha érdeklődést mutat felé, jutalmazd le. Ezután kezdj el játszani a kennel közelében kutyusoddal. Gyakoroljatok mellette, kér tőle ismert, szívesen ismételt feladatokat. Kezdheted is a tréninget. Dobálj be a nyitott kennelbe jutalomfalatot. Ha kutyusod bemegy, dicsért, örülj neki. Használhatsz klikkert a megerősítéshez. Ez esetben mindig akkor klikkelj, amikor a kutya belép a kennelbe, akár csak egy lábával is. Ismételd addig, ameddig teljes testtel be nem lép a kennelbe. Először még hamar old ki a feladatból, hagyd, hogy saját magától mászkáljon ki és be. Ha ez már jól megy, kezdj el jutalmazni a kennelen belül is, hogy tud növelni a bentartózkodásának az időtartamát. Elkezdheted hozzáadni a vezényszót. Kennel, box, helyedre, vagy bármi, ami számodra szimpatikus. Ismételd addig, amíg gördülékenyen nem megy. Ezután vezess be úgy a kutyát a kennelbe, hogy egy nyugalmi pozíciót felvegyem, azaz kér tőle egy fektetést. Ha sikerült, jutalmazd le, majd old ki a feladatból. Időnként tartsd bent tovább a kutyát, azaz jutalmazd vissza többször a kennelbe. Ha mindez már jól megy, kezd el egyre messzebbről és messzebbről beküldeni. Kezdj el lépésenként egyre arrébb állni a kenneltől. Juss el addig, hogy az egész szobában szabadon tudj mozogni úgy, hogy a kutya nem mozdul ki. Itt is, mint minden másnál, nagyon fontos a fokozatosság. Ne lépj tovább addig, ameddig az előző feladat gördülékenyen nem megy. Ha neked is vászon kenneled van, hajtsd le az ajtót és ismételd így is a feladatot. Ha fix az ajtó, akkor csak hajtsd rá, mikor bemegy. Ha fekve marad, jutalmazd le. Ha kimozdulna a pozícióból, akkor kintről segíts neki újra felvenni. Ne feledd, ne várjál egyszerre túl sokat a kutyától. Egy gyakorlás alkalmával csak egy nehézségi fokozatot emelj. Ha mindez már jól megy, kezd el néhány másodpercre rázárni az ajtót. Ha fekve marad, nyisd ki és jutalmazd le. Ha kimozdulna közben a pozícióból, akkor várd meg, még újra felveszi, vagy kintről segíts neki. Ha nagyon sokszor belehibázik, akkor valószínűleg túl sok időt vártál a jutalmazással, lépj vissza egy kicsit és jutalmazz hamarabb. Ismételj minden nap pár percet. Kezd el egyre később és később jutalmazni, hagyd tovább a kennelbe, de figyelj rá, hogy tér vissza néha az alapokhoz és jutalmazz korábban is. Ha a kutya napközben magától bemenne a kennelbe, mindig dicsért és jutalmazd. Kezd el tréningen kívül, séta, játék, etetés után beküldeni a kennelbe. Jutalmazd, majd zárd rá pár percig, miközben mellette maradsz nyugalmi pozícióban. Ha a kutya is pihene közben, jutalmazd le, majd engedd ki. Ha nem pihenne le egyből, várd ki, amíg így nem tesz. Ha ez már jól megy, kezdj el egyre távolodni a kenneltől, amint felveszi a pihenő pozíciót. Ismételd és növeld a távolságot, vagy az időt. Fontos, hogy egyszerre csak az egyiket. Idővel hagyd el a szobát, mozogj, csináld a dolgot közben. Folytasd addig, ameddig el szeretnél vele jutni. Ha mindez már jól megy, kezd el elhagyni a lakást egy-egy percre, majd itt is növeld az időt. Fontos, hogy ha a kutya közben elkezdene mocorogni vagy nyüszögni, ugatni, mindig ignoráld és várd ki, ameddig lenyugtatja magát és újra felveszi a pihenő pozíciót. Ekkor jutalmazd, majd engedd ki. A kutyáknak körülbelül napi 16 óra alvásra, pihenésre van szükségük ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak maradjanak. Minden kutya választ ehhez magának egy nyugodt, csendes helyet. Ahhoz, hogy könnyen tudjatok együtt dolgozni, tud befolyásolni, hogy mikor legyen aktív és mikor kapcsoljon ki, elengedhetetlen, hogy megtaníts kutyusodat a pihenésre. Így tudod igazítani a közös időtöltés aktivitását, hiszen amikor nem belefoglalkozol, ő pihenhet, és nem mozgatja le magát otthoni rosszalkodással. Ellenben, amikor eljön a közös időtök, kipihent és energikus lesz, hogy aktívan tölthessétek ezt az időt. Köszönöm, hogy végignézted ezt a videót. Hamarosan újra találkozunk.